A Szelidi tótól keletre, Szent Király pusztán az öregek szerint egykor vár állott. Az arra kanyargó vízfolyást is várfoknak nevezik a helyiek. Itt állt egykor a Szent István királyunk tiszteletére épített kicsiny kerektemplom, s körülötte egy tucat házikó. Bár kis falucska volt, mégis jelentős, mert az akasztó felől érkező szekeresek, kereskedők és marhakereskedők az Örjeg mocsáron átkelve Szent Királyon állhattak ismét szilárd talajon. Veszélyes hely az Örjeg. Aki nekivágott az ingoványnak, annak egyik irányban a Szent Királyi templom tornya, a másikban akasztó dombra épült temploma mutatta a helyes irányt. A helyieken kívül azonban senki nem merészkedett ide, vagy ha mégis, szekerestül elnyelte a láb. A mocsáron túl a táj változatos képet mutatott a homokbuckákkal. Demeter határában a két nagyobb homokbuckát tevehalomnak nevezte el a nép. S hogy hol láttak a derék emberek tevét a magyar pusztán? Hát bizt, a törökkel együtt ez a furcsa állat is beköltözött a vidékre, s a lakosságnak a púpos lovakkal is meg kellett barátkoznia. Később, ha valaki megkérdezte, hol van Demeter falu határa, a válasz az volt, hát a tevehalomnál. A gyászos mohácsi csata után, amelyben az ifjú Lajos király is odaveszett, a török elfoglalta Kalocsa és Pataj környékét, Szent Királyt is. A bíró házába költözött egy aga, és elkezdődött a török bázis kiépítése. A parasztokat kihajtották a demeteri erdőbe, ahová a keceliek, csengődiek, akasztóiak is jártak fáért. Jókora tölgyeket vágtak ki, és bekerítették velük a templom körül kimért négyzetforma helyet. A cölöpöket mélyen leásták, közéjük fűzfavesszőt és tüskés gallyakat fontak, majd betapasztották sárral. A négy sarokba négy tornyot húztak, kívül a falak köré mély árkot ástak, s belevezették a templom mellett folydogáló patak vizét. Elkészült a palánkvár, vagyis ahogy a török hívta, a párkán. A palánkvárban alig 70 ember lakott a magyarok házánál rútabb, földbeásott, sátorszerű nyírkos lyukakban. Többségük nem is török, hanem bosnyák és szerb martalóc, fegyverforgató katona volt, kivéve a pap, vagyis az imám, aki a kiskerek templomba költözött. A környéket sokszor látogatták a végváriak, hogy a törököket megregulázzák. Főleg Egerből jöttek vitézek, s egy alkalommal Kamuti farkas vezette a kis csapatot. A huszárok bálványozták fiatal parancsnokukat, aki izsáki születésű volt, és a Kolontó partján egy pár viadalban levágta Buka Turk basa fejét. Utána három éjjel, három nap pár viadalozott Isákbéggel, a szultán testőrparancsnokával, akivel hajdanán pajtások voltak. Ahogy a lovasok elérték a lábvilágot, óvatosan haladtak. Egyszer csak egy öreg fűzfalon koronájából valaki halkan odaszólt nekik. Vitéz urak! Vitéz urak! Az éle lovagoló Kamuti felkapta fejét, majd megrántotta a gyeplőt. Ki van ott? Kérdezte éles hangon, s keze a kard markolatára vándorolt. Csak én, a Lackó, vitéz urak! S azzal leugrott a fáról egy suhanc formájú legényke, éppen eléjük. Tám varjú vagy, komám, hogy fán fészkelsz? Kérdezte egy huszár, mire a többiek felnevettek. A legényke azonban bátran nézett rájuk. Inkább sas, mondta összehúzott szemmel. Kamuti rögtön értette. No, sas, komám, szólt neki. Aztán mit láttál onnan fentről? Lackó szemében huncut szikra gyúlt. Láttam a járást a mocsárban, ahol a pogány háta mögé lehet kerülni. A vigyorgó vitézek erre elcsöndesedtek. Kamuti röviden tanácskozott két hadnagyával, majd a csapat ketté vált. Néhányan ellovagoltak a palánkvár irányába, a többiek kipányvázták lovukat. – Vezes, komám! – szólt Kamuti. Lackó belépett a nádasba, s a huszárok követték. – Csak óvatosan, vitéz urak,
Az ingovány igen kedveli az idegent, lehúzza a mélybe és többé nem ereszti. Ezután több szó nem esett. Minél beljebb értek, annál nehezebb volt a járás. Ráadásul a szúnyogok rajokban támadtak rájuk. Lackó azonban mindig mutatta a zsombékos helyeket, ahová nyugodtan léphettek. Mikor a palánkvár közelébe kerültek, a törökök észrevették a toronyból a csapat másik felét, a vár felé tartó lovasokat, s megfújták a kürtöt. Szélesre tárult a palánkvár kapuja, kitódult rajta egy tucat pogány. A huszárok vágtára fogták, a törökök vad kiáltások közepette utánuk iramodtak. Csak akkor csöndesedtek el, amikor a többi huszár előlépett a mocsárból. Az egri vitézek kétszer annyian voltak, mint a törökök, játszva elbántak velük. Tényleg sas vagy, komám, dicsérte Kamuti a legénykét, akinek büszkeségtől dagadt a mellkasa. Ha felnősz, és majd szolgálatot keresel, engem keres, mondta még, s azzal elvágtatott csapatával és az elejtett foglyokkal. A budai basa tajtékzott, mikor hírét vette a csetepaténak. Az egriektől követelte a foglyokat, és hogy hagyjanak békét a katonáinak. Kamuti persze nem vette komolyan a parancsot, csapata nem sokkal később a Dunánál vetett cselt, és több török sajkát elsüllyesztettek. Harc közben Kamuti megpillantotta a szentkirályi palánkvár parancsnokának magas turbányát, félrelökte a rátörő pogányokat, s kivont szabjával az aga előtt termett. Ennek hagyd meg a fejét, farkas! Kiáltotta egyik tisztársa. Jó pénzt fizet érte a budai basa! Kamuti vigyorogva bólintott, és kiütötte az aga kezéből a görbe kardot. A budai basa haragjában majd eszét vesztette. Iszonyatos mérgében nem akarta kiváltani a foglyokat. Nem baj, mondta erre Kamuti az embereinek. Most meglephetjük a palánkvárat. Nincs parancsnokuk. Így is tettek. A török katonák a párkán melletti réten kaszáltak, lovukat kikötözték. A lesből rájuk támadó végváriak a kaszáló törököket foglyul ejtették, és elvittek 41 lovat. Hanem aztán a vár hamarosan tönkrement, a török elhagyta, a magyarok pedig beköltöztek Patajra. Ők tartották meg a vár legendáját, és mesélték tovább gyermekeiknek és unokájuknak. A várhelye még sokáig látszott benne a kiskerek templommal, amely a pusztában messziről kimagaslott. Ha megkérdezték a juhászokat, merre viszik a nyáját, mindig mondták, magas tornyú Szent Király felé, Ömer székéhez, meg a Pirkarétre, ahol a törökök 41 lovát megugrasztották, az egri vitézek.